Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Újabb halálos baleset ezúttal Tamási térségében, nem volt bekötve a sofőr. Olcsóbb és biztonságosabb perek, távmeghallgatásra alkalmas tárgyalótermeket alakítanak ki a bíróságokon. Választás, Szabó Péter a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje Pakson. A megyei jogú városok 17. sporttalálkozója, 22 város 500 sportolója lett el Szexárdon. A Tolnatáj televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Újabb áldozatot követett a biztonsági öv mellőzése. A 65-ös úton Tamási és Szakály között a sofőr elveszítette uralmát a járműve felett és a napraforgó táblába vágódott. Ezen az úton egy napon belül ez volt a második baleset. Ebből a kanyarból vágódott ki a sofőr, aki nem tudta megtartani uralmát az autója felett. A helyszínre érkező kollégáim megállapították, hogy Tamás irányából, Szakály irányába közlekedett egy személygépkocsi, aminek a vezetője egy balra ívelő útkanyarulatban elvesztette uralmát járműve felett, és az út melletti napraforgótáblába nyert el nyugalmi helyzetét. A járművezetője a helyszínen életét vesztette, utasa megsérült. A vizsgálat megállapította, hogy a sofőr nem használta a biztonsági övét. Az is bizonyítást nyert, hogy az öv használata esetén túlélhette volna a balesetet. Szintén a 65-ös úton történt egy baleset augusztus 22-én délután, amikor egy 37 éves Tamási nő, egyelőre nem tudni miért, egyenesen közlekedett Iregszemcsén, majd áttért a baloldali forgalmi sávba, és a szemből szabályosan közlekedő autónak ütközött. A baleset következtében a vétlen autó vezetője megsérült. A balesetet okozó sofőr segítségnyújtás nélkül hagyta el a helyszínt. Miután elfogták a balesetet okozó és a helyszínről elmenekülő Tamási nőt, a rendőrök gyanúsítottként kihallgatták, a nő beismerő vallomást tett. Idén másodszor fogtak el illegális bevándorlót a rendőrök Tolna megyében. Legutóbb az M6-os autópályán Dunaföldvár környékén csíptek fülön két migránst, most pedig Őcsény környékén. Augusztus 21-én egy helyi lakos vette észre és jelentette a hatóságnak, hogy az Őcsény és Decs közötti földes úton üldögél egy külföldi. A szexárdi rendőrkapitányság egyenruhásai igazoltatni próbálták a magát afgán állampolgárnak való férfit. A férfi sem állampolgárságát, sem magyarországi jogszerű tartózkodását hitelt érdemlően igazolni nem tudta. Előállítását követően a biztonsági határzárhoz a kollégáimat elkísérték. Tolna megye összes járásbíróságán kialakítanak az úgynevezett via videórendszerrel felszerelt tárgyalótermeket szeptemberig. A digitális rendszer lényege, hogy a tárgyalókban kamerák és monitorok segítségével távolról lehet meghallgatni a vádlottakat vagy a tanúkat. A perek így olcsóbbak és biztonságosabbak lesznek. Szexárdon és az ország több pontján már vannak ilyen tárgyalótermek, és rendszeresen használják is azokat a bírók. Ezekre a falból kilógó kábelekre csatlakoznak majd rá a kamerák és a monitorok. A Bonyhádi Járásbíróság tárgyalótermében szinte teljesen befejeződtek a munkálatok, de nem csak itt, Tolna megye valamennyi járásbíróságán hasonló fejlesztések zajlanak. Szeptemberre így Pakson, Dombováron és Tamásiban is elkészülnek az úgynevezett via videórendszerrel felszerelt tárgyalótermek. Minden bíróságon rendelkezésre fog állni legalább egy ilyen meghallgatószoba, ezért alkalmas lesz arra, hogy a tanúknak ne kelljen utazni az ország különböző részeibe, a hozzájuk legközelebb eső bíróságra bemehetnek, és távmeghallgatás útján lehet őket idézni. A via videó rendszert Tolna megyében elsőként a szexárdi törvényszéken mutatták be tavaly ősszel. A szexárdi börtön és a bíróság egy-egy termét kapcsolták össze. A rendszerről már akkor tudni lehetett, hogy olcsóbbá és biztonságosabbá teszi a tárgyalásokat, mert nem kell a vádlottakat utaztatni. Elismeri a cselekmények követését? Nem ismerem. Nem ismeri el. Jó.
A szekszárdi gyerekgyilkos egy korábbi ügyét is a Via videórendszer segítségével tárgyalták. A kamerákkal és monitorokkal felszerelt tárgyalótermet rendszeresen használják a bírók a Tolnai megyeszékhelyen és az ország más részein is. Jelenleg 72 olyan tárgyalóterem van az országban, amely már ellátott ezzel a rendszerrel. A bírák használják is. Az országban egy hónap alatt körülbelül 500 távmeghallgatásos tárgyalás zajlik. Szeptemberig az országban újabb 112 via videórendszerrel felszerelt tárgyalóterem készül el. A biztonságos távmeghallgatásra így összesen 184 helyen lesz lehetőségük a bíróknak. Bemutatta jelöltjeit a Fidesz-KDNP paksi szervezete, akiket az október 13-ára kitűzött önkormányzati választásokon kíván indítani. Mind a 8 választási körzetben lesz képviselőjelölt, a polgármesteri székért pedig a jelenlegi városvezető Szabó Péter indul. Október 13-ára tűzték ki Magyarországon az önkormányzati választásokat. A Fidesz-KDNP paksi szervezete bejelentette jelöltjeit, akik polgári foglalkozásukat tekintve szinte minden területről érkeztek a csapatba. Én azt gondolom, hogy egy olyan csapat állt össze, amelynek minden tagja elkötelezett a város iránt, illetve tudásával, felkészültségével abszolút tudja szolgálni majd a választókerületben élőknek az igényeit. A paksi Fidesz-KDNP képviselőjelöltje az egyes körzetben Pálmai Klára, nyugalmazott iskolaigazgató, aki kezdeményezője volt a paksi katolikus iskola létrehozásának. A kettes körzetben Ulbert Sándor már évek óta szolgálja a lakók érdekeit. A hármas körzetben Ritter Zoltán vállalkozó, a négyes körzetben Müller Attila, a paksi atomerőmű ZRT mérnöke, az ötös körzetben Kovács István, a Paks 2 beruházás szakértője, a hatos körzetben Antoni Józsefné iskolaigazgató, a hetes körzetben Leber Ferenc, a Paks 2 beruházás igazgatója, a nyolcas körzetben Spisz József, külső település részi képviselő indul a választásokon. A következő 5 év polgármesteri székéért Szabó Péter jelenlegi városvezető indul. A jelöltek és a jelölő szervezetek augusztus 24-től vehetik át az ajánló éveket a helyi választási irodában. Ettől a naptól indul a 2019 évi helyhatósági választás kampány időszaka. Pakson 2019-ben is 8 egyéni körzetben választanak önkormányzati képviselőket, és 3 listás helyről döntenek voksaikkal a szavazók. Bomba Gábor indul közös ellenzéki polgármester jelöltként az Éjjel-Szekszárd Egyesület képviseletében, a Momentum, az MSZP, a DK, a Jobbik, az LMP, a Párbeszéd Magyarországért és a Mindenki Magyarországa mozgalom támogatásával az október 13-i önkormányzati választáson Szekszárdon. Az Egyesület pénteki kampánynyitó rendezvényén Bomba mellett bemutatkozott a 10 képviselőjelölt is. Az eseményről kiadott sajtóközlemény szerint Bomba Gábor az Éjjel-Szekszárd Egyesület fő célkitűzései között említette, hogy vissza akarják adni a város vezetését a helyieknek, átlátható városgazdálkodást és az évek óta húzódó, a város számára nélkülözhetetlen fejlesztések megvalósítását ígérte. Eltérően változott pénteken a benzin és a gázolaj ára. 1 liter 95-ös benzin 2 forinttal olcsóbb lett, a gázolaj pedig 3 forinttal drágult. A benzin átlagára így 374 forintra csökkent, a gázolajé pedig 393 forintra nőtt. A benzin ára legutóbb egy hete változott, 3 forinttal csökkent, míg a gázolajé akkor nem változott. Az iskolakezdés segítésére már péntektől érkeznek a szeptemberi családtámogatások. Az intézkedés 1,2 millió gyermekes családot érint, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A közleményben azt írták, a Magyar Államkincstár péntektől folyósítja a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást és a gyermeknevelési támogatást. Az összeg a bankszámlákra már a hét utolsó napjára megérkezik, és a postai kézbesítés is aznap indul. Ha a címzet nem tartózkodik otthon, a postás értesítőt hagy, hogy hol és mikor vehető fel a támogatás, olvasható a közleményben.
Évente 10-15 fiatal tölti szakmai gyakorlatát a tervezett új paksi blokkok létesítésére alapított projekttársaságnál. A szakmai gyakorlatos program a Paks 2 egyre bővülő szakemberképzési palettájának fontos eleme, a Paks 2 akadémia és a tanulmányi ösztöndíj program mellett. A társaság 2015 óta biztosít szakmai gyakorlati lehetőséget a felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak. A nyári szakmai gyakorlatom elején nem sokat konyítottam a reaktorfizikához, úgyhogy először a szakmai alapokat kellett elsajátítanom, és hát rájöttem, hogy ez az, amit szívesen tanulok. Hogy újra felfedeztem az örömöt a tanulásban, amikor ezzel kezdtem el foglalkozni, és ezért is jelentkeztem utána a friss diplomás programba is. Az egykori szakmai gyakorlatos Franciska ma már a nukleáris osztály reaktorfizikus munkatársa. Azt mondta, a Paks 2 ZRT-nél inspiráló, támogató légkör és kollégák veszik körül, és Paksot is megszerette. A Soproni Egyetemen tanuló debreceni Szabolcs is jó tapasztalatokra számolt be, illetve arról, hogy jövőjét is a Paks 2 ZRT-nél képzeli el. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon pozitív dolog, illetve nagyon nagy szakmai előrelépést jelenthet akár egy egyetemről kikerült diáknak, az, hogy egy ekkora projektnek a részese lehet. A Paks 2 ZRT elsősorban műszaki területen, azaz például a villamos, az építészeti és telephelyvizsgálati, a nukleáris, a primerköri gépészeti, illetve a konvencionális gépészeti osztályokon fogad szakmai gyakorlatos hallgatókat, de lehetőség van többek között a humán erőforrás gazdálkodási, a média kapcsolatok és az informatikai osztályon is szakmai gyakorlat eltöltésére. A szakmai gyakorlatos programunk elsődleges célja az, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatókkal megismertessük Magyarország legnagyobb beruházását, és ezen keresztül az atomenergetikát is. Mindezt egy olyan környezetben, ahol orosz, francia, német és egyéb európai unióból származó szakemberekkel való együttműködésre is lehetőség nyílik, illetve a jövőben lehetőség lehet ezen szakemberek által hordozott tudást is megismerni. A Paks 2 ZRT azért foglalkoztat szakmai gyakorlat keretében fiatalokat, mert így olyan munkatársakra tehet szert a később, akik a beruházás elejétől ismerik majd az atomerőművet, erős elkötelezettséggel bírnak az atomenergia és a Paks 2 projekt iránt. A gyakorlati idő hatékonyabb kihasználása érdekében idén orientációs és mentori program indult el, így minden hallgatót egy tapasztalt szakember segít a szakmai fejlődésben. 22 város 500 sportolója érkezett Szekszárdra a megyei jogú városok 17. sporttalálkozójára, amit Szita Károly a megyei jogú városok szövetségének elnöke nyitott meg. Kaposvár polgármestere kiemelte, a kétnapos rendezvény célja nem csak a megyei jogú városok közötti sportbaráti kapcsolatok erősítése, hanem a sport népszerűsítése. Tapssal, üdvrivalgással fogadta Zalaegerszeg csapatát a többi megyeszékhely. Szekszárd főtere a Béla Király tér megtelt sportolókkal, akik mind a megyei jogú városok 17. sporttalálkozójára érkeztek. Idén a Tolnai megyeszékhely ad otthont a kétnapos eseménynek, mivel tavaly Szekszárd nyerte meg a versenyt. A találkozó fő célja a sport népszerűsítése, a megyék együttműködésének segítése. Erről beszélt Szita Károly, a megyei jogú városok szövetségének elnöke, Kaposvár polgármestere az esemény megnyitóján. Én szeretném ellesni, hogy lehet egy jó női kosárba csapatot csinálni. Kitől tudom ellesni? Szekszártól, magam is azért vagyok többek között itt. A megnyitón Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, a rendezvény fővédnöke méltatta a sportot támogató önkormányzatok erőfeszítéseit. Úgy véli, ezek mind hozzájárulnak a sportélet fellendüléséhez. Többek között ezért működnek együtt a megyei jogú városok szövetségével 2005 óta. Az önkormányzatok, a megyei jogú városok konkrétan az egyik legfontosabb partnerei és támogatói a Magyar Olimpiai Mozgalomnak, a Magyar Állam után a legnagyobb áldozatokat a városok hozzák, és ezt én úgy gondolom, hogy az a fajta partnerség tudja ellensúlyozni vagy mutatni, amit a Magyar Olimpiai Bizottság és egyébként a Megyei Jogú Városok Szövetsége már megkötött egymással. Ács Rezső Szekszárd polgármestere azt mondta, a sporttalálkozó lehetőséget ad a közösségépítésre, a megyei jogú városok közötti sportbaráti kapcsolatok erősítésére, valamint Szekszárd népszerűsítésére is.
Az ilyen alkalmak azt segítik és szolgálják, hogy ez a kapcsolat még szorosabbá, még jobban működő, még gördülékenyebbé váljon. Ez a hivatalos része a mai napnak, vagy ennek a két sportnapnak. A másik dolog pedig az, hogy városmarketing szempontból minden lehetőséget igyekszünk megragadni ahhoz, hogy a város hírnevét öregbítsük és elvigyük az ország más pontjaira, vagy éppen külföldre. A kétnapos eseményen 22 város közel 500 sportolója vesz részt. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Újvásárcsarnok épült Mohácson 3100 négyzetméter 680 millió forintból. Fűtéskorszerűsítés, étkező felújítás, beruházások a Bükkösdi iskolában. Mentőövprogram, tájékoztató táblák a biztonságért. Egy 680 millió forintos beruházásnak köszönhetően Újvásárcsarnok épült Mohácson. A fedett és nyitott árusítóteret is tartalmazó, több mint 3100 négyzetméter alapterületű piacteret csütörtökön adták át a korábbi Jókai utcai piac helyén. Nagy igény volt Mohácson az Újvásárcsarnokra, ugyanis eddig egy 1970-ben épült, mára már leromlott állapotú, korszerűtlen piactér volt a Jókai utcában. A fejlesztés célja az volt, hogy vonzó piaci környezetet teremtsenek a környező települések termelői és lakossága, valamint a turisták számára. Hát én körülbelül három éve is cserepes virágot árulok, kaktuszokat javarészt, és hát nagyon örülünk neki. Kimondottan örülünk neki, de tessék itt a többieket is megkérdezni. A több mint 3100 négyzetméter hasznos alapterületű új létesítmény kivitelezése tavaly indult meg, és mintegy másfél év alatt készült el. Első körben EU-s és hazai pályázatok révén 500 millió forintot nyert a mohácsi önkormányzat. Az építési költségek mintegy 680 millió forintban álltak meg, tehát így az elnyert 500 millió forinthoz még igényeltünk többletköltség támogatást, amit az irányító hatóság 150 millió forintban meg is ítélt a számunkra. Ilyen formán 30 millió forint önerővel és 650 millió forint támogatásból sikerült egy modern piaccsarnokot építenünk. 1560 négyzetméter fedett nyitott elárusítótérrel, és összesen pedig 3139 négyzetméter hasznos alapterülettel. A piactér vásárcsarnokának tetején parkolót, a létesítményben pedig zöldség és gyümölcs tárolására alkalmas hűtőkamrákat és raktárakat építettek, hatósági és piacfelügyelői irodát alakítottak ki, valamint első segélynyújtó helyiséget is létrehoztak. Javában folyik a munka a Bükkösdi általános iskolában. Megújul az oktatási intézmény fűtési rendszere, illetve a különálló étkező épületek kívül belül. Így a gyerekeket korszerűbb és kényelmesebb körülmények fogadják majd a szeptemberi iskola kezdéstől. Jelenleg közel 100 gyermek tanul a Bükkösdi általános iskolában. Csövek szerszámok a Bükkösdi iskola folyosóján. A kazánházban új berendezések beszerelve. Az udvaron az étkező felújítása is folyik. Kívül és belül megszépül az épület az új tanévre. Az iskolai beruházásokról a település polgármestere beszélt stábunknak. Teljes megújuló új fűtési rendszert kap. Lecserélődnek a radiátorok, lecserélődik a gázfűtés, új gázkazánok lesznek beépítve, és egy fatüzelésű kazán is buszba beépül, és így alakul ki egy kiegészítő fűtéssel együtt egy teljes új rendszer. Ezen kívül nem sokára a tető szerkezetre elhelyeznek egy 13 kW-os napelem parkot. De az étkező is kényelmesebb és korszerűbb lesz az új tanévben. Ez teljes egészében megújul az idei év, szeptember 1-jével átadásra kerül. Az étkező túlságosan kicsi volt, és nem tudtak a gyerekek egyszerre, vagy nagyon rövid idő alatt étkezni. Ezért most meg felbővítettük, új bútorzatot kap egy másik projekt kapcsán, teljes új edényzetet, teljes új környezetben tudják majd az ebédjüket elkölteni a gyermekek. Közel 100 diák jár a Bükkösdi általános iskolába. Az ő étkeztetésük lesz kényelmesebb a kibővített és korszerűsített étkezdében. A beruházások összesen 24,5 millió forintba kerülnek, amit pályázati forrásból fedez a település.
A biztonságot szolgálják azok a komplex tájékoztatótáblák, amelyeket idén 5 balatoni fürdőhely népszerű strandjain helyeztek ki. A mentő öv programot a 2017 nyarán történt balatoni vízi balesetek kiemelkedően magas száma miatt indították el. Akkor 24 áldozatot követelt a nyár, idén 7-en fulladtak a tóba. A tapasztalatok szerint a tragédiákat gyakran információ és önismeret hiány, felkészületlenség vagy emberi felelőtlenség okozza, ezért is fontosak a tájékoztató táblák. A Siófoki Aranypart Nagyszabad strandján 17 tájékoztató tábla hívja fel a biztonságos fürdőzésre a figyelmet. Ott jártunkkor zsúfolásig telt a terület, a vízben is sokan fürdőztek, vízi bicikliztek. A nagy látogatószám miatt is volt indokolt ide is táblákat helyezni. A fürdőzők örömmel vették a kezdeményezést. Szerintem mindenféleképp hasznos. Mindenféleképp. Ez egy nagyon jó ötlet. Azzal a fürdőzők is tisztában vannak, hogy milyen esetekben ne menjenek vízbe a saját biztonságuk és életük érdekében. Mindenképpen fejlődésre ne menjenek azért bele, meg itt a állapotban nagyon. Ez a kettő ez nagyon fontos tényező, én úgy gondolom. A Balatonnál jelenleg 5 strandon 60 táblát helyeztek ki. A terv és a cél az, hogy minden kijelölt balatoni fürdőhelyen legyen ilyen fajta tájékoztatás. Sikerült egy olyan anyagot összerakni, ami talán a hiányzó láncszemeket is most megadja ahhoz, hogy akik ide érkeznek a Balatonra, akik a Balatont használják, azoknak tényleg minden olyan információt át tudjunk adni, ami a Balaton megismerésére szolgál, azokra a helyi sajátosságokra, hogy milyen meder van, hol mélyül, hogy működik tényleg a viharjelző rendszer, nem lehet elégszer ezeket mondani. Jelenleg 138 kijelölt fürdőhely van a Balatonnál, de ennél jóval több a bejáró. Egy nyári napon mintegy 300 ezer ember használja a tavat, az ő biztonságukat is szolgálja a program. A programnak az a lényege, hogy a sok-sok információs anyaggal együtt az utolsó pont, amikor vízbe megy valaki, tehát történetesen a strand lépcsőjénél, vagy a Lido bejáratánál, vagy a stégen, legyenek olyan utolsó információkat adó táblák, ahol tényleg föl tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy mire számítson, mit kell tennie, hogy kell tennie. Egy 8-jegyű számsor is található a táblákon, ez a pontos hely meghatározásban segít, hogy baj esetén segélykéréskor minél hamarabb a megfelelő helyre tudjon érkezni a segítség. Az első 4 számjegy az adott település irányító száma, az 5.-6. száma strandot jelzi, az utolsó 2 szám pedig az adott lépcsőnek a száma. Mint azt a mentőv programot ismertető sajtótájékoztatón elhangzott, a Balatonon 2017-ben 24, 2018-ban 8, idén pedig eddig 7 tragédia történt. A 2 évvel ezelőtti kiugróan magas halálos áldozat is rávilágította a figyelmet arra, hogy valamit tenni kell. Az 1 milliómodik komp utast köszöntötték Szántód és Tihanyrév között. A szerencsés 100 000 forint értékű hajózási utalványt vehetett át a Balatoni Hajózási ZRT vezetőitől. Az eseményen elhangzott, egyre népszerűbb a komp, a Balatonon sokan nem csak személyautóval, hanem kerékpárral is igénybe veszik a vízi közlekedési szolgáltatást. A tavalyi évhez képest 2 nappal korábban ért el a komp közlekedésben az 1 milliómodik utasszámot a Balatoni Hajózási ZRT. Mórahalomról érkezett fiatal lett a szerencsés nyertes. Mint Dávid mesélte, talán gyermekkorában utazott utoljára kompon. Most hosszú sort kellett kivárniuk, hogy átjussanak a túlpartra, de megértettette hozzá. Amikor megtudták, hogy a kompon van a jubiláló nyertes, nem is remélték, hogy valamelyikük lesz az. Poénkodtam is velük, hogy mi lenne, ha a mi rendszámunkat mondanák. És akkor mondják, durva, de jó érzés, most így furcsa erről beszélni. A fiatalok egy 100 000 forint értékű hajózási utalvánnyal gazdagodtak, így mindenképpen visszatérnek még a Balatonhoz. 19-én érkeztünk ide egy rövid nyaralásra, és a mai napunk az utolsó napja a nyaralásnak, és most nagyon nagy váratlan meglepetés kérték minket ez a kis ajándék. 2015 óta töretlen a komp közlekedés népszerűsége és a forgalom növekedése. Az utasforgalomban révhajózás esetében közel 30%-os volt a növekedés ezekben az években. A szállított kerékpárok, illetve gépjárművek esetében pedig 32, illetve 34%-os növekedésről beszélhetünk ebben az időszakban. És 2 nappal korábban tudtuk az 1 milliómodik utasnak járó díjat is átadni ebben az évben, mint tavaly, holott egyébként a tavalyi is egy kiemelkedő év volt, úgyhogy ez a szám mindenképp azt mutatja, hogy dübörög a hajózás és a révközlekedés egyaránt.
Idén augusztus 20-áig 12 000 személlyel, 9 000 gépjárművel és 4 000 kerékpárral szállítottak többet a kompok, mint az elmúlt év ezen időszakában. Szántód és Tihany között szeptemberig a nyári menetrend szerint 40 percenként közlekednek a kompok, de a forgalom függvényében felfüggesztik ezt, és folyamatosan szállítják az utasokat és a járműveket. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Újabb halálos baleset ezúttal Tamási térségében, nem volt bekötve a sofőr. Olcsóbb és biztonságosabb perek, távmeghallgatásra alkalmas tárgyalótermeket alakítanak ki a bíróságokon. Választás, Szabó Péter a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje Pakson. A megyei jogú városok 17. sporttalálkozója, 22 város 500 sportolója lett el Szekszárdon. A hétvégén füllett idő várható, a kánikulát egy-egy zivatar szakíthatja meg. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk, viszontlátásra!